Na, sziasztok! Ez így dobott be ebbe a játékba, ugye semmit nem lehet beállítani, ugye semmit grafikán kívül. És nem tudom miért szaggatni, és ez a gyorsaság, nézzétek, ez a max gyorsaság. Ez. Ó, de ebben már van valami készített dolog. Izés dolog, szóval látszik, hogy lett vele munka, hogy egy kicsit szaggat, bazd meg. Az amikor izélve van. Mozgó székek. Eljúsz. És akkor ez egy horror játék, viszont ez engem idegesít egy kicsit, hogy lassú, meg szaggat. Ó, hát ilyenünk van nekünk is. Ó. Kicsit azért fura, hogy a fényekkel az van gond, valamilyen fényt ide beraktak, amit nem kellett volna szerintem. Nem okoskodni akarok, csak... Hát már becsuktam az ajtót. Az ajtó az külön van a faltól. Igen, én ilyen kis köcsög vagyok, aki hisztizik ilyeneken. Tudom. Hát ez examen. Ó, de jó. Rotétálni tudom. A lot of beer here. Igen, biztos ittasok laktak itt. Hát elnézést a laggér, de én most már nem akarom levenni. Ennek hangja, ha messze vagyok, nincs. De most van, amúgy kurva lassan mozog. De viszont egy tényleg jól megcsinált ház, szóval az ajtón kívül baszott jól néz ki, szerintem jó a fény egy kicsit. Szerintem ide csak belett bassza egy fény effekt, ezt ennyi. Mert ez ilyen fény szórós lenne szerintem, hogy itt azért... Na mindegy, nem akarok kötekedni. Megint, de megtettem. Meg a újság átmegy a... Jó, ne kötekedj, csak nézd meg. Szeretnek főzni. Cooking. Ennyit olvassak, ezt egész tudtam volna magától is olvasni. Baszd meg. Anyádat ijesztegest. Családi fot... Na jön a hang is így... Akadt egyet, az fütty vágta kifele a picsába. Na ha laggolni fog, én mérges leszek. És ki a franc ment el a ház előtt? Most törtem be ide. És akkor most mi a fasz van? Meg ott a távolban azok a fekete fák. Na jó, nem kötekszünk, nem kötekszünk. Ezt most zárták be, ahogy itt pattantam egyet a semmin. Kötekerek én itt jobbra-balra, ez nem nyitható, ez nyitható. De ez az első, ami úgy igazán horror. Mi van itt? Minek van ilyen szar hangja? De az ajtót azt hogy csinálták meg így, hogy... Hogy egyszerűen ez most a falba megy? Ez a falba csukódik, meg falba nyílik, ja. Jó, nem kötekszem. Mi is? Mi ad ekkora fényt? Mi ez? Ez? A vakítás ereje. Biztos van valami. Mert mik ezek a hangok? Mi volt ez a hang? Mi ez? Túlságosan is kötekszek, tudom. Nem a játékon van a bajom, csak hogy most kérdezgetek, hogy mi a faszom az a hang. Idegel. Ez lenne a fénycső hangja. Oh my fucking god, de utálom. Pedig ez egy szépen megcsinált ház szerintem. Ebbe lett munka. Viszont várjál. Az a lámpa nincs bekapcsolva, akkor honnan kapja ez ezt a fényt? Még kint nincs fény olyan. Erre viszont nem kap árnyékot. Vagy... Semmi, ilyenkor már csak hibákat keresem, és ezt az ajtót miért nem tudom bezárni egyszer, kinyitottam. Válaszokat akarok. Te tévé, kussolj már. Hát de jártam itt már, most azt nem tudom mi a feladatom, legalább kiírhattam, hogy... Tört be! Rabolt ki a házat. Például az, rabolt ki a házat, az kiderül, hogy a ház az haunted. Például ez pókháló lenne? Nem akarok kötekedni, nem. Kussolok. Én nem tudok ilyet csinálni, úgyhogy kuss van. Én csak belekötni tudok minden szarba. Látjátok, amit én? Ennek így kéne történnie? Ez mi a faszért megy bele a fába? Most már nem az, hogy kötekedni akarok, vagy nem, de ez mi? Mi ez? Mi ez? Nézd, miért megy egyre lentebb? Lentem megy? Ez csak jumpscare ez a játék, de mi? Vagy ezen a poén? Vagy elszámolták magukat?
Vagy ez magában a félelmetes, hogy a szék az szar. És ide ugye nem... Ah, jó, hál' Istennek, azt hittem leestem úgy, hogy izé... Hangokkal azért nagyobb gond van. Itt már nem hallom a széknyikorgást, de most oda megyek, hangos. Nem úgy, hogy nyék-nyék, és akkor egyre halkabb, és utána már nem hallott, hanem... És nem hallott, kész. Ennyi volt. Tudom, kötekedő vagyok, na, mindegy. Itt miért nem tudok bemenni? Ne szórakozz velem, hogy ez már tiltott terület. Ennyi a játék? Komolyan, mert akkor tudok még csinálni 600-at? Komolyan, ez a játék, akkor inkább keresek másikat. Feladatom nincs. Csak sétálgatok itt össze-vissza, ott elment valami az ablak előtt, azt ennyi volt a horror. Érd be, kisfiam, érd be ezzel. Itt például. Itt még nem hallatszik, itt nem hallatszik, itt nem hallatszik, itt már hallatszik maxon. Várják, menjünk olyan közel, például itt. Miért itt hallatszik ilyen halkon? Ott kéne, hogy így hallatszon. 2 millit megyek közel, mondjuk ennyit, és már hangos. Na mindegy, én nem kötekszek. Nagyszor mondtam, hogy nem kötekszek. Sokszor. Na mindegy. Ez a Balix hibakeresés. Ezt újságot még csak föl se veszi. Csak így ott hagyja, kiemeli. Rotételni se tudom, de ez a játék szerintem nem lett kész, ez ennyi. Ez szerintem nem lett kész. Ez nem nyitható, vagy valamit csinálni kell, amit nem tudok. Például itt ez be lett zárva, ugye? Nem tudom, mit tudok csinálni. Most próbálkozhatok még ezzel 6000-szer. Még nézhetem, hogy mit, hogy, merre, miért, hány méter, de nem biztos, hogy találok valamit. Lehet, hogy baszakodok itt egy órát, és közben ne, ennyi volt. Csak nézelődni lehet, és a becsukom. Jó magas ember vagyok, benne. Várjál. Ezt hogy csinálom, hogy ilyenkor át tudok menni ide? Jó nagy a hitboxa az ajtónak azért. Hitboxa, collision, vagy mi a faszom box. Box. Akkor sem tudok itt mit csinálni, kitörni ezt a szart, mert kibossza a szememet? Nem. Jó. De miért csinálja ezt? Magától, vagy mi az ajtót csukogatom, a szelet kap a fénycső. Megbassza magát. Ezt például nem tudom kéni. Jó. Elhiszem. A tévé az még mindig hangos, mint a fasz. Itt a sok laknak. Tudom. Még nem is ittam sokat. Itt egy család. Egy nagy család. Egy faházban élt. Egy nagy faházban. Itt volt az ablakban valami. Oké, itt a hagyma. Vámpírok már nem jöhetnek. De mit kéne csinálnom? Itt elfutott valaki. Ezt ennyi. Itt egy kulcs. Na ez jó volt, ez jó volt. Akkor most mi a fasz lesz? Be tudok menni oda az ajtóba. Most komolyan kirabolok egy házikót? Kinyitottam. Yes, my lord. De becsukni be tudom. Mi ez a hang? Ó, ez a padláson van. Be akartam volna menni Harry szobájába, de nem tudok. Szomorú, de mi? De... És ezt most miért fordítva? Még nincs is hátulja. Miért fordítva adta ide? Szellempapír. Már nem látod. De... Nem tudom. Nem. Fie, ha azt nézzük, hogy a ház milyen... Aki csinálta, majdnem tökéletes. Igen, kisebb hibákkal, de tökéletes. De a hangok nagymestere mit csinált? Szabadságon volt? Már ennyire gonoszak nem kéne lennem, mert nem az, hogy nincs, hanem hogy szar. Nekem nem tetszik. Ó, most az egyszer kapok egy zseblámpát. Megnézzük a zseblámpát. Ó, de szép zseblámpa. Van rajta márka. Ezt lopták valahonnan azt a vizet. Taillight. Copyright. Take. Igen. Elvettem a lámpion, de nem tudom használni. Pedig itt szerintem kéne. Aha, jó. F. De furcsa a karom. Jó, engem megszúrt valami szerintem. Megharapott egy vámpírkutya. Igen. Viszlát! Nem akartam zavarni. Jöttünk a fénnyel.
Na, de bemegyek és az megöl, akkor mit fogok mondani anyukámnak? Miért nem mentem haza? Jó napot kívánok! Kikapcsolom inkább a fényt. Ennek is jön ez a nyikorgó. De még valami van zaj a nyikorgásba. Szóval ez nem tudom honnan szedett vedett nyikorgás, de neked mi bajod van? Meg fog ijeszteni. What the fuck? Ez mi volt? Bábuk! Bábuk! Cool. Mi van itt? Read. TV is true. A TV igazsága, gondolom. Ennek a papírnak van hátulja. Ez fehér, ez sárga. Ez fehér, ez sárga. Most már kék. Nem kötekszünk. Put down. Nem tudom, a bácsi miért változott ennyi bábúvá, de nyomós oka lehetett rá, ezért nem bántjuk. Hogy nekem miért nincs... Itt miért van fénycsőjong? Hogy nekem miért nincs tükörképem, az más kérdés, mivel lehet, hogy én vagyok a vámpír, és nem ijedtem meg a hagymától. Na látjátok, mégsem működik az a trükk. Most még már úgy nyikorog... De mi most... Ez... Most Most félig benne van a földbe. Egy, azt látom. Kettő. Így... Hogy mondjam? Így van a szék. Így szoktál menni vele. Ez... Ez... Miért így megy? Mi? Tényleg megijedtem. Sajnálom. Csak egy ordítás hiányzott volna. Be is könnyeztem. Komolyan mondom, mert erre nem számítottam. Megijesztett, berezeltem, félek. Éj, azt hittem kereszt van ott. De ha lihex csávók, akkor nekem se lesz jobb. F! Mint fuck. Mint egy lámpa. Mitől félsz? Itt már megijesztettek. De az a gond, hogy most... Várj, ez a lámpa most mit csinál nekem? Ennyi fényt ad? Hát gratulálok. Minden most itt elment erre. Oké, de hát ezek szellemek, szellemektől viszont félni nem kell, mert olyan, mint a fing a levegőbe. Lehet, hogy beleszagolsz és fújjogsz, de nem árt. Itt már nem kell lámpa. Valaki bántani akar, Mr. valami? Mr. Szellemszörny? Igazából most fölmentem, nyikorgást hallottam, és ennyi. Ezért mentem föl. Vagy be kellett volna mennem oda, ahol ő volt. Eljúz, au, eltolt ez az ajtó. Először ez, mert ha azután jön ki, miután megijesztettek, vagy közben, akkor megfordulok a saját befögésemen. Oké, és akkor ezt... Nem, ott nincs semmi. Balázs, engedd el. Ez is miért így lóg? Jó, várj, ez jó lóg. Nem, gravitációt hazudtolja, ja, a szél miatt mozog. Ne keresd már mindenben hibát! Ez miért van bekapcsolva, megy az áram? Fogyasztani fogja az áramot. És az lesz a baj, de szerintem az a szörny, ami ott ment, az nem az a szörny, ami ott ment fönt. És a bácsi miért? Na mindegy. Tényleg nem tudom, miért panaszkodok ennyit. Ez miért nem mozog magától amúgy meg? Miért csak az? Kivételezés. És most kin lesz a bácsi? Nem, most normálisan mozog a szék. Én nem tudom, hogy az bug lett volna. De mi a lámpám nem is működik? Mi a faszról van szó? Te láttál már olyan lámpát, ami csak egy helyen működik? Mert én nem. Mert ez itt nem működik, de fényt se ad. Most egy játékban, egy fényes helyen bekapcsolod a lámpát, azért látod, hogy jó, fényt ad. Ez mind semmi. Nem ad fényt. Nem ad semmi fényt. Ez is hangos. Miért nem ad fényt, bácsi? Figyelj, most eljöttem ide. Szétnéztem. Nem tetszett a hely. Jó, talán kibéreltem volna, ha nem ijesztettek volna meg. Ezért megyek hazafele. Mert ez a ház nekem nem éri meg. Nem éri meg. Még akkor se az lenne a legszebb ház a világon, és mondhatnám, hogy ez itt az MTV krib, ez az én kribem. Nem. Szellem járta. És miért hagytam bekapcsolva az autónak a motorját, hogy fogjon a benzin? Fogjon az aksi, fogjon le. Ezen se lesz fény, gondoltam. Jó, és akkor miért van bekapcsolva? Miért ijesztettek meg itt? Nem üldöznek, itt csak megijesztenek. Befejeztem. Befejeztem a nyavajgást. Erre még mindig nem mehetek, ugye? Ez a bajom ezzel a játékkal, hogy is fönn megijesztettek? Oké, gratulálok, de honnan tudom, hogy mikor lesz vége a demónak? Demónak, játéknak, bárminek? Oké, most vége? De hogy? Mi? Miért lett vége? Hogy lett vége? Oké, ezek a hangok nekem nem tetszenek. Ezt az ajtót még mindig nem tudom bezárni.
Ott jártam most az előbb, ott jártam az előbb, most megint ide megyek, és megint nem lesz itt semmi. Semmi, de semmi. Most fölmegyek újra, megnézem szépen, hogy arra merre a szellem futott, arra nekem jó hely van-e, ha nem, akkor ennyi volt. Cél az van. De már itt sem működik a lámpám, mi a szellem megette a lámpámnak a fényét? Itt lesz fény, akkor behalok. Nem, itt sincs fény. Akkor neki így kellett történnie, vagy nem programozták be a többi részét a játéknak. Mert itt már nincs fény, itt már semmi nincs. Bazd meg. Még csak árnyékom sincs. Árnyékom, tükörképem. Itt mögötte van a szellem, bácsi? Nem, itt csak egy óra van. Hát szerintem ez a játék talán ennyi. Amúgy sem akartam minden játékot végigvinni, amivel belekezdtem, de ez a játék, te, ez egy... Remélem, hogy legalább az utolsó videó valami jobb lesz, valami olyat, amivel talán viszont térek játszani, nem ez? Mi ez? Fos, mi ez a kép? 3 megapixel. Na jó, még füvet is termesztenek, de ide se tudok bemenni, és fény nem ad a lámpám. Miért nem ad fényt a lámpám? Azt már elolvastam, nincs hátulja. Itt is meg akar ijeszteni valaki? Nem. Ez a könyv érdekes? Nem. Ez érdekes? Az mi? Ez mi? Nem tudom, mit csináljak. Elakadtam, beakadtam, leakadtam, nem tudom. Mit kell csinálni? Ott egy diploma. Örülök. Aha, és akkor itt csöpög valami? Mit csöpög? Benézek a fürdőszobába, ott álomba sírom magam. Annyit lehet tenni. Ó, bazd meg, de megijedtem. Faszom, csak nézelődök. Ojjajjaj, ne! Ide fog bugolni? Távozz! Távozz, ne bugolj ide! Menj már innen! Mi vagy te? Még jó, hogy végeztem is vele. Most egy kérdésem van. Mi a faszom volt az a szörny? Miért kezdett el így mozogni, mint egy bugos? Mint amikor a Garry's Mode-ba így húzod a kezét, azt így össze-vissza libeg, mert nem tartja ott normálisan. Ez félelmetes lett volna. Egyedül attól ijedtem meg, hogy hirtelen jött ez a dolog, mert csak nézelődtem már. De legalább kész, de... Jó, mit is mondjak róla, ami szép és jó. A helyszín az szép, jó meg lett csinálva, tényleg munka az lett benne, én büszke lennék rá, én csinálnék ilyet. És az is legyen büszke rá, aki csinált ilyet, vagy aki ezt csinálta. A hangok az... Szerintem egy kicsit lehet még korrigálni rajta, például a távolságon. Meg én egy kicsit paraszt vagyok, úgyhogy ez az ajtó, hogy... Egy nincs ott az ajtó, 2 belenyitja az ajtót, az nekem nem tetszik. Tudom, nem számít annyira. És ha nem tetszik, ne játszok vele. Tudom. De azon kívül, meg a lámpa miért nem működött, az másik kérdés. Demo. Biztos, hogy teljes játék jobb lesz, ha lesz teljes játék. Én csak ennyit tudok mondani róla. Persze rövid, de demo. Mit akarok egy demótól? Semmit. De meg a kibaszott gyorsaságon javítsanak. Jó, miután megszokod, akkor nincs baj, de sétálgatsz így. Ezt mire odaérsz valahova, míg jó, hogy nem üldöztek. Ugye, csoszogok előle, talán. Vagy nem. Na mindegy, következő játék. Nem tudom, mi lesz, mert egyenlő ennyit gyűjtöttem össze. Többi nem tudom, mi lesz, majd kiderül. De egyenlőre köszönöm, hogy megnéztétek. Következő videó, nem tudom mi lesz, mondtam az előbb, majd kiderül, de ugye horror, mert Halloween Dumping 5 videó, csak hogy valami mást is csinál, ne csak ugyanazt. Köszönöm, hogy megnéztétek, nézzétek meg a többit is, pá!